fejlesztő készülékben állíthatjuk elő, méghozzá negatív standardpotenciájú fél jelen esetben cím és sósav segítségével. A gázfejlesztő készülékünk egy csiszolt gázfejlesztő készülék, rögzítettem egy állványra, cinket tettünk be, leszelek, halmozálható fémet tartalmaz, és fölbelé a tartályába, a gázfejlesztő tartályába egy-egy arányú sósavat öntünk. Amikor azt mondom, hogy egy-egy, akkor ez azt jelenti, hogy a sósav és a víz egy-egy arányú mennyiségről beszélünk. Beleöntöttem, és egész egyszerűen vízben fogjuk fölfogni a hidrogént, mivel ugye az előbb megtanultuk, hogy a hidrogéngáz az vízben nem oldható. A kis csapom segítségével a sósavat ráengedem a cinkre, és már is lehet látni, hogy megindult a gázfejlődés, ugye buborék fejlődését láthatjuk, ugye mivel a hidrogén nem oldódik vízben, ugye szépen kijön az oldatból, kiborékozik az oldatból, gyújtunk egy borsószívőt, és fölfogjuk, tehát víz alatt úgy fogjuk föl a hidrogént, hogy a képcsövemet megtöltöm vízzel, majd ezek után ezt a pipát, az üvegpipát belehelyezem a képcsőbe, és a fejlődő gáz kiszorítja a vizet a képcsőből. Úgy kell kivenni lehetőség szerint, hogy ne kerüljön levegő a képcsőbe, és ezek után ugye oda tartom borsószívő rágjához, és nem tudom, elég éles hangot hallottunk, ami arra utal, ugye lehet, hogy még nem csak tiszta hidrogén, hanem oxigén elegye volt a kémcsőben, mert ugye ne felejtsük el, hogy a gázfejlesztőben levegő van. Tehát amikor elkezd a hidrogén fejlődni, ugye először hidrogéngáz és levegő elegyet távozik ugye a gázfejlesztőből, addig kell a próbát ismételnünk, amíg negatív lesz a próba, tehát csak egy kalkulpanást hallunk, és akkor utána lehet meggyújtani. Na, első. Ki szeretne duraló gázpróbát csinálni?